Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a 24 plusz új évadában. Ma mi másról beszélhetnénk, mint a tanévkezdésről. A 2023-24-es tanév áll a mai 24 plusz középpontjában. 2.700.000 iskolás és óvodás kezd tanévet az ország mintegy 18.000 oktatási intézményében, és bár most, mint általában minden kezdet esetében az optimizmus a legfontosabb, olyan körülmények között kell optimistának lenni, hogy idén is szembesülünk az oktatási rendszernek az akut problémáival, alulfinanszírozottságtól kezdve az iskolai lemorzsolódáson át egészen a politikai felelősségvállalás hiányáig. A téma két elismert szakértője a mai esti vendégem, Kallos Zoltán, az Oktatási Minisztérium államtitkára, és Borús Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke van itt a 24 plusz műsorban, online csatlakoznak hozzánk. Jó estét kívánok, uraim! Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hallattunk ma szépen csengő szavakat az évnyitókon az oktatás fontosságáról, a tanulás fontosságáról, arról, hogy a jövő nemzedékért mindent meg kell tenni. Hallattunk arról, hogy olyan a jövő, amilyen a mai iskolája. Beszéljünk erről akkor egy picit, hogy milyen a mai iskolája, és ne az épületekről, hanem az épületek mögötti rendszerről. Kallos úr, milyen a mai iskolája? Milyen tanévet kezdünk 2023. szeptember 11-én? Semmiféleképp nem az épületeken kell legyen a hangsúly, bár természetesen ez is nagyon-nagyon fontos. Mindenféleképpen arról a munkáról, arról az oktató-nevelő tevékenységről, ami az épületek falai között folyik. Én azt mondom, hogy helyszíne válogatja. Mert igenis vannak olyan iskolák, ahol bizakodva tekinthetünk a jövő felé, és vannak olyan iskolák, ahol sajnos még vannak lemaradások, amit behoznunk. Úgyhogy ugye, ahogy ön is említette, majdnem 3 millió óvodás és iskolás kezdte el a tanévet. Óhatatlanul vannak olyan oktatási helyszínek, ahol jobbak a körülmények, és vannak olyanok, ahol kevésbé. És gondolok itt a pedagógusokra és a pedagógusok felkészültségére, illetve a pedagógusok hozzáállására is, mert ez is nagyon-nagyon fontos. Hogyha egy olyan iskoláról beszélünk, ahol a pedagógusok szívvel, lélekkel dolgoznak, és én szeretném azt hinni és abban bízni, hogy a magyar oktatási intézmények ezek mind ilyenek, vagy legalábbis nagy részük ilyen, akkor ott igenis van kilátás van szép eredményekre. Ugye éppen ma Kézdivásárhelyen nyitottam meg a tanévet, és egy olyan iskolában voltam, amely 120 év után nyerte el ismét a főgimnázium címet, és többek között ugye ahhoz, hogy ezt a címet elnyerje, az is kell, hogy 3 éves átlagban jó érettségi eredményeket tudjanak felmutatni, 75% fölötti sikerességi arányt. És ugye ott bizonyosan állíthatjuk, hogy mivel jó az iskola, ezért jó lesz a jövő is. De még egyszer mondom, a helyszíne válogatja, és annak érdekében, hogy minél több helyen legyen jó iskola és jó jövő, annak érdekében nekünk pedagógusoknak nagyon komolyan kell dolgozni. Borús Siklódi úr, milyen a ma iskolája 2023-ban, Erdélyben, Páciumban, a Bánságban? Hát nagy mértékben tudok csatlakozni államtitkár úrnak a szavaihoz, gondolataihoz, hisz nyilván, hogy az épületeken belül zajló folyamatok azok, amelyek meghatározzák egy iskolának a mienségét, minőségét. Én merem azt remélni, hogy nekünk, a magyar oktatásban érintett szereplőknek, a magyarságnak, az erdélyi magyarságnak vannak jó és sőt, nagyon jó iskolái, mint ahogy vannak gyengébbek, és bizony helyenként javításra, vagy sokkal több odafigyelésre érdemes intézmények is. Nyilván, hogy ez a hármas szereplő, a tanár, a pedagógus, a diák és a szülő egymásra utaltsága, egymásra hangolódása, együttműködése meghatározó lehet. Tehát
én csak így általánosságban közelíthetek ehhez a dologhoz, hisz bár vitatott mértékben ugyan vannak olyan mérések, amelyek rangsorolnak iskolákat, és bizonyos helyzetbe hoznak előnyösebb vagy kevésbé előnyös helyzetbe intézményeket. Azt kell mondanom, hogy ha nem is dőlhetünk hátra a székeinkbe, de azért vannak, el kell örülnünk kell annak, hogy vannak jó iskoláink, és tennünk kell annak érdekében, hogy a lemaradókat is felzárkóztassuk. Államtitkár úr, a diákhiány, amelyre a népszámlálás rámutatott, az milyen mértékben befolyásolja az iskolahálózatunkat? Itt most magyar iskolahálózatról beszélünk. Mindenféleképpen befolyásolja, ugyanis abban az esetben, hogyha elfogynak a diákok, akkor mindenféleképpen be kell zárnunk majd osztályokat, és sajnos legoptimistább előrejelzések szerint is lesznek olyan oktatási helyszínek, ahol az elkövetkezendő esztendőkben be kell zárnunk majd óvodai csoportokat vagy iskolai osztályokat. De ugye a törvény, az új oktatási törvény, az új közoktatási törvény is lehetőséget biztosít arra, hogy kislétszámokkal is működjenek a kisebbségek esetében osztályok, akár különálló osztályok, vagy ott, ahol ez nem lehetséges, ott összevont osztályok. Tehát még egyszer mondom, amikor már nem lesz diák, amikor nem lesz kiért küzdeni, amikor nem lesz kiért harcolni, akkor értelemszerűen nem lesznek osztályok, viszont ameddig van magyar gyermek, addig mindenféleképpen minden oktatási helyszínen mérlegelünk. Ugye vannak nagyon sok olyan helyszín van, ahol nagyon jó partnerre találunk az önkormányzatban, és ezekben ezeken a helyszíneken megpróbáljuk megerősíteni az iskolákat, az oktatási intézményeket minden szempontból, pedagógus szempontból is, humán erőforrás szempontból is, meg ugye minden egyéb más szempontból, és a többi olyan helyszínről, ahol már majdnem teljesen elfogyott, ha úgy látjuk, hogy nem életképes az iskola, akkor ugye éppen ezért sikerült a Rákóczi Szövetség közvetítésével is iskolabuszokat hozni Erdélybe. Tehát, hogy mindenféleképpen meg szeretnénk teremteni, és megteremtjük a lehetőséget minden magyar gyermeknek, aki magyar iskolába szeretne járni, arra, hogy ne kelljen egy más iskolát választani, és ne az anyanyelvén tanuljon. Ez nagyon fontos, mert hogyha ezért nem harcolunk és nem dolgozunk, akkor az elkövetkezendő népszámlálási adatok azok még rosszabb arányokat fognak mutatni, és én gondolom, hogy ezt a fogyási tendenciát lelassítani, vagy akár megállítani csak úgy lehet, hogyha nagyon-nagyon komolyan beavatkozunk az oktatásba, és megerősítjük az anyanyelvű oktatást. Az oktatásnak két fontos szereplője van, a diák, valamint a pedagógus, nyilván nagyon fontos a szülő is, de most beszéljünk a pedagógusokról. Burus Siklódi úr, a szomszédos Magyarországon pedagógus hiánnyal küzdenek, jelentős pedagógus hiány van. Erdélyben mekkora probléma ez? Olvasni arról, hogy a reálszakos tanárok körében, vagy keresnek reálszakos tanárokat egyes iskolák, de már van olyan iskola, ahol magyar nyelv és irodalom tanárt is keresnek. Engedje meg, szerkesztő úr, hogy az előbb felvetett kérdéshez egy gondolat erejéig visszatérjek, hisz államtitkár úr említette, és nagyon helyesen, hogy mérlegelnek majd minden egyes esetben. Itt a kérdés csak az, és itt ebben látom én egy picit az új tanügyi törvénynek egyik hiányosságát, hogy túlzottan centralizált jelen pillanatban is, hogy én úgy gondolom, hogy ezeket a mérlegeléseket az a helyi közösségnek, a helyi szereplőknek kellene elsősorban meghozni, és nyilván, hogyha ez ennek a hierarchiának megfelelő döntéshozási mechanizmus követi, akkor nyilván, hogy hozzá kell rendelni a megfelelő magasabb szintű döntést is, de a tény az tény marad. Az iskolák, osztályok, csoportok fenntartása az bizonyos finanszírozás függvénye, és nyilván, hogy itt ezeket a döntéseket a saját lehetőségeik, anyagi plusz ráfordítási lehetőségeik ismeretében szerintem csak az önkormányzatok tudják, vagy a helyi közösségek tudják határozottabban kihangsúlyozni.
A tanárhiányra vonatkozóan, én azt hiszem, hogy ez is sajnos, mint a diák létszám csökkenés, ez is nem egy helyi specifikum, mert ugye, ahogy említette szerkesztő úr is, Magyarországon is egyre inkább, az anyaországban is egyre inkább szembetűnő az a pedagógus hiány, legalábbis a retorika szintjén, amit tapasztalunk itthon nálunk, Erdélyben is bizony sok területen egyre nagyobb a pedagógus hiány. Én azt hiszem, hogy ez a téma sokkal részletesebb elemzést is megérdemelne, mint hogy mi itt pár mondatos véleménynyilvánítással erről pártját törjünk. Azt látjuk, tapasztaljuk, hogy a reáltantárgyak körében kisebb az oktatás felé irányuló egyetemet végzők oktatás irányába való érkezése, és azonban azt is, hogy vannak helyek, ahol már akár a magyar szakos tanároknak a hiánya is érezhető. Volt egy generációváltás, hála Istennek ez nagyszerű dolog, és reményeink szerint mindazok, akik végül is a pályán maradtak, vagy a pályára érkeznek, azok megfelelő elkötelezettséggel és elszántsággal jöttek erre a területre, és nem csak egy mentővet kerestek, hogy a megélhetésüket biztosítsák. Hisz ez a terület, azt hiszem, hogy ugye a legtöbb elhivatottságot, a legtöbb elkötelezettséget igénye. A tanárhiány az jelentős mértékben kihat az oktatás minőségére, és ma beszélni kell az oktatás minőségéről is. Egyértelműen kijelenthető az, hogy a vidéken, vagy a vidék felé irányuló pedagógusokból van a legkevesebb, és akkor csak nőni fog még tovább a szakadék a városi és a vidéki iskolák között, vagy ez csak egy előítélet, és ugyanúgy van tanárhiány városon is? Hát sajnos most már az utóbbi években tanárhiány az jelentkezik városon is, és nagyon sok esetben központi iskolákban is, ugye pont az előbb említett reáltantárgyakból kezd hiány lenni, ott kezdtek elfogyni először a szakképesített pedagógusok, de valóban, tehát hogy most akkor beszéljünk nyíltan, valóban vannak olyan oktatási helyszínek, elsősorban vidéken, elzárt, elszigeteltebb részeken, vidékeken, ahol valóban nehezebb szakképesített pedagógust találni, és ahol komolyabb kihívásokkal nézünk szembe, de éppen ezért említettem én is, hogy ameddig a ráció megengedi, addig harcolni fogunk minden oktatási helyszínét. Amikor már úgy döntünk, természetesen közösen, hogy azoknak a gyermekeknek jobb egy másik oktatási helyszín, akkor lépjünk csak ebbe az irányba. Ugyanakkor az új oktatási törvényben van egy olyan lehetőség is, hogy azokat a pedagógusokat, akik címzetes állást választanak, nyernek el elszigetelt településeken, azokat egy prémiumban, egy egyszeri prémiumban részesíteni. Ez is egy nagyon jó dolog szerintem, viszont teljes mértékben nem fogja megoldani a problémát. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy további helyi beavatkozásra is szükség lesz, és éppen ezért említettem azt, hogy ott, ahol az önkormányzat és a közösség az egyházzal is együtt, miért ne, felöleli ezt a problémát, felkarolja ezt a problémát, akkor könnyebben meg tudjuk ezt oldani. Borussi Klódi úr, pedagógus hiány vidéken, leszakadás a városi és a vidéki iskolák közötti leszakadás. Igen, ez problémát jelenthet, hisz az esély egyenlőségnek az elve az sok tényezős és sok mindenre kiterjed, és nem csak a környezetre, hanem hát elsősorban, és talán egyik legfontosabb a human erőforrásnak a jelenléte és annak a biztosítása.
államtitkár úr is említette, hogy az önkormányzatok sokat segíthetnek. Ha iskola barát önkormányzataink vannak, és már pedig én úgy azt tapasztalom, hogy a magyar iskoláink körében nagyon sok az oktatást támogató iskolabarát önkormányzat van. Olyan polgármestereink vannak, akik támogatják. És így ennek megfelelően olyan körülményeket teremteni a falusi környezetben is, ahová érdemes egy fiatal pályakezdő pedagógusnak érkezni, ezzel csak bátorítani lehet az állandó pedagógus ellátást és a szakképzett pedagógusokkal való ellátását az adott helynek. Én azt hiszem, hogy ebbe az önkormányzatok tekintetébe partnerre találnak az iskoláink, és bátorítják akár szolgálati lakások építésével, annak a jutányos vagy nagyon kedvező felajánlásával, vagy akár más kedvezményekkel is csábíthatják a pedagógust. Oktatás minősége, erről kezdtünk el beszélgetni, és ma Klaus Iohannis államfő azt mondta, hogy végre modern oktatási törvényekkel rendelkezik Románia, és ezek az oktatási törvények, ezek a gyakorlatban is megvalósítják a képzett Románia projektet, amely ugye garantálja az oktatásnak a minőségét. Az államfő azt is mondta, hogy az oktatási rendszer megújulásának a lehetősége van benne az új oktatási törvényekben, csak hogy ennek ehhez a megújuláshoz, vagy ha úgy tetszik, ehhez a reformhoz türelemre és kitartásra van szükség. Nos, Romániában kitartásból is hiány van, tehát a kitartással is probléma van. Láttuk ezt, hogy igazából egyetlen egy reform mellett sem tartottak ki a politikusaink, rendszernek csak a toldozgatása, foldozgatása történt meg, és mindeközben fogy mind a pedagógus társadalomnak a türelme, mind a szülőknek a türelme, és miért ne a nagyobb diákoknak a türelme is. Milyen új oktatási törvényünk van, államtitkár úr? Én a végével kezdeném, tehát a második részében mindenféleképpen, bár hiány van kitartásban és türelemben. Én úgy gondolom, hogy tényleg szükség van kitartásra és türelemre, ugyanis az oktatási rendszerben nem lehet komoly reformot végrehajtani, és nem lehet azt elvárni, hogy ennek a komoly reformnak az eredményei egy-két éven belül látszanak. Tehát ez mindenféleképpen igaz. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy bármilyen beállítottságú politikai kormány jöjjön, az oktatási reformot azt vigye tovább. Ugye általában az szokott lenni a probléma, hogy amikor a kormányok váltják egymást, akkor ilyenkor az oktatás terén elindított reformokat is, mint egy spongyával a tábláról, ahogy letöröltük annak idején, úgy letörlik és eltörlik, és akkor valami újat akarnak elkezdeni. Szerintem ez egy nagyon-nagyon hibás, rossz hozzáállás. A törvényekről pedig én azt mondom, hogy mindenféleképpen koherens törvények. Tehát az egyes törvénnyel, ami ezelőtt volt életben, az volt a gond, hogy annyiszor lett módosítva, annyiszor lett átalakítva, hogy különböző cikkelyei esetenként már ellentmondtak egymásnak, és éppen ezért szükség volt egy új összefüggő koherens törvényre. Én úgy gondolom, hogy ez a törvény a kisebbségekre nézve is jó, és nagy általánosságban is, és mondom ezt annak a tükrében is, hogy az RMDSZ végig ott volt ennek a törvénynek a kidolgozási fázisainál, ugye kezdve a minisztériumi munkát, utána pedig a széleskörű konzultációt mindazokkal, akik ugye érintettek, illetve hát utána pedig a parlamenti vita és a bizottsági viták során sikerült ezt a törvényt ebbe a végleges formába hozni, és egy nagyon komoly partnerünk volt ebben, ugye a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, ugye vannak olyan cikkelyek a törvényben, amelyek pont a Pedagógus Szövetség javaslatára kerültek bele, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a törvény maga egy jó keretet tud biztosítani. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt a törvényt egyrészt alkalmazzuk, és másrészt pedig tartsuk be mindenhol. Tehát én úgy gondolom, hogy attól függ majd, hogy lesz-e valós reform, vagy nem. Borúsi Klódi úr bologat itt. Pontosan mire? Igen.
Igen. Hát teljes mértékben azonosulni tudunk itt az új törvény szükségességének és fölöttébb szükséges voltáról, mert hát tényleg szükség volt, annyira össze toldozott, foldozott volt már a régi, amiről annak idején ugyanígy azt mondtuk, hogy mérföldkő legalábbis a kisebbségi oktatás tekintetében, és nagyszerű cikkelyei voltak, amelyeket ha betartottak volna, talán nem sürgetett volna annyira minket, vagy illetve az oktatáspolitikával foglalkozókat, vagy az állam irányítással foglalkozókat egy új törvénynek a megfogalmazása. Nyilván a puding próbája az evés. Szeptember 1-e van, bizonyos mértékig bennem is van egy szkeptikus megközelítés, akárcsak ami kicsengít az államelnöknek a megközelítéséből is, ha nem is szkeptikus, de egy fenntartások működnek. Mindenképpen szükség van arra a konszenzusra, amit államtitkár úr is említett, hogyha a politikai pártok ki tudnak állni, mint ahogy azt tették a törvény elfogadása pillanatában, akkor ha alkalmazásra kerülnek, abban rögzítettek, akkor nagy előrelépés történhet. De tényleg a nagy veszély ott van valahol, úgy érzem, hogy ez a fajta nagy összefogás talán sántítani fog, de adja Istenre, legyen igazam. Államtitkár úr, amikor reformokról beszélünk, akkor általában az emberek többsége azonnali eredményt vár el, holott a reformok azok hosszú távon fejtik ki, vagy fejthetik ki a hatásukat. Én mégis azt kérdezem, hogy mi az, ami az új tanügyi törvénycsomagból rövid távon érezhető lesz, és érezni fogják a diákok, érezni fogják a szülők és a pedagógusok azt, hogy ez a tanügyi törvény, ez jó, jobb, mint a 2011-es toldozott-foldozott. Ami rögtön érződik, az mindenféleképpen a finanszírozással kapcsolatos cikkelyekkel, hogy legyenek. Ugye az, hogy a kislétszámú osztályokat most már, a kislétszámú osztályok most már megkapják a teljes finanszírozás független attól, hogy hány gyermek jár azokba az osztályokba. Ennek ugye az egyenes következménye, hogy meg tudjuk tartani a kislétszámú kisebbségi osztályokat. Ez egy olyan dolog, amit rögtön érzünk, mert hogyha van osztály, vagy nincs, a között nagyon nagy különbség van. Ugye ugyanakkor finanszírozást kapnak majd a bentlakások is, és nem csak azok a bentlakások, amelyek az állami oktatási intézményekhez vannak mellérendelve, hanem például a szorvány kollégiumaink is ugyanúgy megkapják a bentlakás finanszírozását. Aztán például ugye a tanítónők, azok plusz órában vannak fizetve azokért az órákért, amiket pluszba tartanak a román tagozaton tanító kollégáikhoz képest. Ugye ez most már az óvónőkre is igaz lesz, ugye plusz tevékenységért, plusz pénzt sikerült az óvónőknek is kiharcolni és beleírni a törvénybe. Ugyanakkor ismét elérhetővé válik majd a dupla képesítés, ami van valamikor annak idején nagyon-nagyon jól működött, és remélhetőleg ez egy segítség lesz annak érdekében arra, hogy a pedagógus hiányt, a humán erőforrás hiányt valamelyest tudjuk enyhíteni. Vagy például az új törvény megteremti a lehetőségét annak is, hogy az egyetemekre azon a nyelven lehessen felvételizni, amilyen nyelven a diák a középiskolai tanulmányait végezte. Úgyhogy természetesen a teljesség igénye nélkül még nagyon-nagyon sok olyan jó dolog van, kisebbségi vonatkozású dolog is, ami az új törvényben benne van. Az RMDSZ szorgalmazta ezeket a dolgokat, és természetesen még egyszer mondom, a Pedagógus Szövetség is mindvégig támogatott minket ebben, de például az is, hogy a bölcsödék egyre inkább szélesebb körben elterjednek az oktatási helyszíneken, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és az, hogy ugye a törvény szabályozza azt is, hogy a bölcsődepedagógus az milyen tanulmányokkal kell rendelkezzen, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog. A tanügyminiszter asszony ma csütörtökön, múlt héten bejelentette az idei tanév újdonságaként, jelentette be azt, hogy ingyenes a diákoknak az utazása, nem csak
városon, hanem az egyes települések között, a metropolis övezeten belül, csak hogy ez szeptember 11-én még sincs meg, és a Közúti Fuvarozók Egyesületének a vezetője azt mondta, hogy hát legfeljebb majd október 1-én, ha megvalósulhat ez, apropó alkalmazhatóság, amiről itt beszéltek. Mi kell ahhoz, hogy alkalmazzák végre a törvényt? Vagy nem az, tehát ki kell ellenőrizze? Ki fogja majd ellenőrizni? Nem ellenőrizni kell, hanem még egyszer mondom, hanem alkalmazni kell. Valóban ugye ha az ingázásról szót ejtettünk, akkor ez egy elég komoly probléma, amire keressük a megoldást, és bízom benne, hogy meg fogjuk találni. Nem biztos, hogy a közúti szállítók és fuvarozók képviselői nagyon örültek a különböző megoldási lehetőségeknek, de nekünk nem a közúti fuvarozókat kell segítenünk, hanem azt a feltételt kell megteremtenünk, hogy a diákok valóban tudjanak ingázni jó körülmények között és ingyenesen, annak érdekében, hogy minden gyerek el tudjon érni az iskolába, és ugye hát az iskolai lemorzsolódást, meg a kimaradást azt mindenféleképpen csökkenteni tudjuk. Tadás, időnk hát végéhez közeledünk. Hallgatom. Igen. Annyit szerettem volna hozzáfűzni, mint ahogy az államtitkár úrnak a szavaiből is kitűnik, hogy legtöbb intézkedés, amely ugye szeptember 1-től érvénybe vagy lendületbe kellene hozza ezt a reform mozgalmat, tehát finanszírozás függő. Én nem tudom, tehát ettől vagyok egy kicsit, vagy vannak bennem kételyek, fenntartások, hogy ez fog működni, hogy van-e kellő finanszírozási háttere ezeknek az intézkedéseknek, mert ugye ahhoz, hogy a kis létszámú osztályokat fenntartsuk, működtessük, az is plusz pénzt igényel majd valaki részéről. Valószínű, hogy az önkormányzatok nyakába fogják ezt sorozni, mint ahogy nagyon sok minden, mint például feltételezem az ingáztatás kérdésköre is, az ők feladatuk lesz megoldani. Csak kérdés, hogy lesz-e olyan háttér, költségvetés, kiigazítás, ami ezeket lehetővé teszi. Én szurkolok azért, hogy ezek meglegyenek, és hogy ezek megalapozottak legyenek, és nyilván azért is szurkolok, hogy azok a módszertanok, azok az alkalmazás, előírások, módszertanok elkészüljenek idejében, és lehetővé tegyék a törvénynek az alkalmazását, mert hisz akkora változások vannak előre vetítve, ami az átmeneti időszakban is egy harmonizációt igényelnek, és szerkesztő úrnak a kérdése az, hogy ezt ki fogja felügyelni. Hát nagy valószínűséggel a minisztérium főosztályain keresztül, vagy az átalakulóban levő tanfelügyelőségek, mint a minisztérium kinyújtott karjainak a feladat körébe fog tartani, vagy nyilván, hogy a fenntartónak a feladat körébe. Én így gondolom. Két percen belül vagyunk, még egy kérdés államtitkár úrhoz. Ma tanévet kezdett két kísérleti generáció is. A mostani ötödikesek lesznek azok, akik 9. osztályba felvételizhetnek majd, illetve a mostani hetedikesek azok, akik 12. osztályban, tehát 2029-ben majd új érettségit, vagy az új oktatási törvény szerinti érettségi vizsgát tesznek majd. Ez valóban kísérleti generáció lesz, ugyanúgy, ahogy a mostani 9-esek az a kísérleti generáció, akinek román tankönyve most sincs, de legalább van román tanterve. Mostani 11-esek. A mostani 11-esek, én nem nevezném kísérleti generációnak egyiket sem, másikat sem, harmadikat sem. Ezek olyan újítások, amelyeket az új oktatási, közoktatási törvény előír, és amelyekre van idő felkészülni. Tehát, hogyha azt mondtuk volna, hogy jövőre ezek a gyermekek az új felvételi szerkezet szerint kell majd helytálljanak 8. osztály után, vagy pedig jövőre kell érettségizenek az új érettségi szerint, akkor ráhúzhattuk volna a kísérleti generáció elnevezést. De én úgy gondolom, hogy van időnk, és nagyon-nagyon fontos tényleg az, hogy mi pedagógusok nagyon komolyan vegyük a feladatunkat és a ránk bízott gyermekeket, és akkor szerintem nem lesz gond. Visszatérve a 11-esekre, akik már 12 éve ugye az előkészítő osztállyal együtt
12. éves speciális tanterv szerint tanulják a románt. Valóban megvan a tanterv, sőt most már a 12-es tanterv is megvan, és valóban sajnos nem készült el a tankönyv, ugye mi kiírtuk a pályázatot, meghirdettük a minisztérium szintjén, viszont azt tudni kell, hogy tankönyv író csapat kell jelentkezzen a kiadóknál, és ők kell pályázatot leadjanak. És sajnos egy olyan időszakra esett, mert akkorára lettek kész a tantervek is, amikor a pedagógusok hát egy fárasztó év után még érettségi vizsgát, nyolcadikos záróvizsgát, különböző nyári vizsgákat és hát a pihenőszabadságokat is kellett töltsék. Úgyhogy éppen ezért jövő héten is még kiírjuk ezt a pályázatot, és én bízom benne, hogy decemberig meg lesznek a tankönyvek, a 11-es tankönyvek is. Zárjuk ezzel a bizakodással a beszélgetésünket, és azzal a bizakodással, hogy a 2023-2024-es tanév az minden diák, szülő és pedagógus számára élmény lesz, és nem pedig szenvedésekkel teli. Kalozs Zoltán, az Oktatásminisztérium államtitkára, valamint Burussi Klódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének az elnöke. Köszönöm, hogy itt voltak a 24 pluszban, és válaszoltak a kérdéseimre. Viszontlátásra! Önöknek, tisztelt nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este 8 órától ismét 24 plusz itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Jakab Orsolya kolléganőm várja önöket. Legyen szép estéjük! Viszontlátásra!